Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint Deák Daniel, akivel általában belpolitikáról szoktunk beszélni, de újabban, mint nagyon sok politológus, bontogatja szárnyait, mint újságíró. Ime a Figyelő legújabb száma, aki természetesen nem termék megjelenítésként van a kezemben, hisz egy fityinget nem fizetnek, de mi még azokat is szeretjük, akik minket nem szeretnek. A hétvégén Svédországban választások lesznek. Ennek gyanát nekem úgy tűnik, hogy nem véletlenül egy dokumentumfilmről írtál. Mi ez a dokumentumfilm? Igen, a Svéd Elefánt című dokumentumfilm feltárja azt, hogy Svédországban mi vezetett oda, hogy 2015-ben igazából mindenféle kontroll nélkül beengedték az illegális bevándorlókat, és hogy juthatott el oda Svédország, hogy jelen pillanatban nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak az országban. Ugye most hétvégén választás lesz Svédországban, és úgy tűnik, hogy a jobboldali svéd demokrata párt, amelyik erősen bevándorlás ellenes pártnak számít, tehát nagyjából olyan, mint a német AfD, ő lesz a legerősebb párt. Ugyanakkor most a legfrissebb kutatások alapján a szociáldemokraták visszavették a vezetést, éppen azért, mert olyan jóléti ígérgetésbe kezdtek, illetve a bevándorlóknak kezdtek el kampányolni, amelynek köszönhetően visszavették a vezetést. Mert hogy vannak már olyan bevándorlók ott, akik korábban bevándorlók voltak és szavazati joguk van? Igen, már? Több millió bevándorló hátterű személy él jelen pillanatban Svédországban, és a szociáldemokraták az elmúlt időszakban egyértelműen nekik politizáltak. A kampányszlogenek, a különböző üzenetek, illetve a különböző jóléti ellátásoknak a növelése számukra az azt érte el, hogy igazából egy szavazó importálás zajlott az elmúlt időszakban Svédország irányába, és a baloldalnak az volt a célja, hogy ezeket a szavazókat integrálja, és a saját szavazótáborává tegye. Tehát például más országokban látjuk, az Belgiumban például, hogy létrejönnek külön vallási alapon szerveződő pártok, muszlim pártok, Svédországban a baloldalnak a szavazói lettek a bevándorló hátterű szavazók, és ebben a dokumentumfilmben meg is szólaltatnak sok bevándorlót, akik nyíltan beszélnek arról, hogy ők igazából a szociáldemokratákat támogatják, és igazából, ha bármilyen szigorítás lenne bevándorláspolitika terén, akkor elhagynák a szociáldemokratákat, és ebben a dokumentumfilmben feltárják azt is, hogy milyen komoly feszültségeket eredményez mindez. A társadalomhoz teljes mértékben polarizálódott, szétesett, párhuzamos világok jöttek létre Svédországban, tehát van egy olyan réteg, amelyik a több mint 60 no-go-zón egyikében él, ott teljesen más szabályok és kulturális szokások jellemzőek, mint mondjuk a többségi társadalom által lakott területekre, és vannak most már olyan lakótelepek, amelyeket körbevesznek kerítésre, ott élnek a gazdagok, az elit, és ők igazából ezek a problémákkal nem is találkoznak. Igen, csak ha én visszagondolok a 60-as évekre, vagy 67 után, amikor Svédország a svéd szociális háló világszerte ismert volt. De ha ma megnézzük, akkor a svéd szociális háló következményében van már olyan, hogy a harmadik generációi szociális juttatásokból él, és nem dolgozik, nem tanul, nem csinál semmit. Vajon azok a bevándorlók, akik még akkor korábban bevándorlókról beszélünk, annyira integrálódtak, hogy most már el tudják dönteni Svédország jövőjét? Nagyon fontos, a jóléti állam modellje az egy kulcskérdés a svéd állapotok jelenlegi jellemzése során, hiszen a dokumentumfilmben is elhangzik, hogy a jóléti államnak a megszervezése az nemzeti alapon jött létre. Tehát adófizető állampolgárok dobják össze a pénzt, és ők teremtik meg annak a lehetőségét, hogy Svédországban magas legyen a jóléti ellátórendszerben a jutalmazások, a jogadalmazások, tehát sok pénzt tudnak szétosztani a társadalomban. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez az egész rendszer csak nemzeti alapon tud működni, és ezt társították egy multikulturalizmus ideológiával, amelynek keretében azt mondják, hogy a jólét is mindenkinek jár. Tehát aki például az elmúlt években Svédországba érkezett migránsként, ők a jóléti ellátórendszer miatt érkeztek oda,
és itt összemossák ezt az egész kérdéskört az emberi jogokkal, ami viszont nem nemzeti alapon szerveződik, hanem univerzális, tehát az emberi jogok azok univerzális jogok, és itt a jóléti államnak a nemzeti joga és javadalmazása folyik össze ezzel az univerzális joggal, és ennek következtében láthatjuk azt, hogy jelen pillanatban Svédországban sokan azt mondják, hogy akik a szegénység elől jönnek mondjuk Európába és Svédországba, őket is be kell fogadni, és ők is jogosultak a menekülés státuszra. Akkor most ugorjunk egy nagyot, értem, és a filmet meg kell nézni. Mindenesetre nagyon érdekes maga a beszámoló róla. Svédországból ugorjunk Németországba, ahol a saját polgártársaikat nem sikerült integrálni Chemnitz városában. De ott nem csak az NDK és az NSK, a két rövidítés, a Német Demokratikus Köztársaság, vagy a német, na mi is volt az NSK, minek a rövidítése, Német Szövetségi Köztársaságnak a polgárai csapnak össze, hisz az NDK-sokat nem mind sikerült integrálni, hanem az ultrajobb oldal, hisz náci karlendítéseket is láttunk, és természetesen mindennek a tetejére, hogy a havis legyen a tortán, azok a bevándorlók, akik lehet, hogy a német szociális háló miatt választották Németországot, de nem pontosan a beilleszkedésen fáradoznak. Igen, a Svédország esetében és Németország esetében is igaz az, hogy a bevándorlók integrációja az kudarcos volt, és jelen pillanatban a legfrissebb kutatás alapján azt látják, hogy az odaérkezett migránsoknak kevesebb, mint a negyede tudott kapcsolatot teremteni egyáltalán a német többségi társadalommal, a nyelvet egyáltalán nem beszélik, és itt a nők hátrányban vannak, ugye ezekben a családmodellekben tipikusan a nőt másodrendű állampolgárként kezelik, és például a... Olyan, lassítsunk. Hát a sargentini jelentésnek az előbb beszélgettem a Fidesz-KDNP politikai szövetségnek a szóvivőjével, Hollik Istvánnal. És azt mondta, hogy a sargentini jelentésnek az egyik pontja például, hogy a gender elmélet a magyar közoktatási tankönyvekben nem kellőképpen szerepel. Hát akkor ez kutyafüty ahhoz képest, hogy ön azt mondja most nekem itt, hogy ezek a bevándorlóknál a nők azok másodosztályú emberek, mint hogyha ezt mondanák. Igen, most ez a liberális kettős mérce, miközben a Németországban például százezrek élnek úgy párhuzamos társadalomban, hogy például az emberi jogokra fittyet hánynak, a nő-férfi egyenjogúságot semmibe veszik, ekközben például Magyarországot vegzálják, miközben itt ilyen problémák jelen pillanatban tudomásunk szerint nincsen, tehát sokkal kisebb ez a probléma, mint mondjuk Németországban a bevándorló társadalomban, és ahogy előbb mondtam, a legfrissebb kutatások alapján jól látszik az, hogy még a migráns férfiaknak nagyjából a negyede tudott integrálódni, ez a nők esetében 15% környékén van. Ez nagyon elkeserítő, és azt mutatja, hogy igazából a bevándorló társadalmakban, ahol egy hagyományos muszlim családmodellként élnek ezek az emberek, ott a nőket kiszinte ki sem engedik az utcára, nem engedik azt, hogy munkát vállaljon, és nem is engedik azt neki, hogy a német többségi társadalommal elvegyüljön, és ezt Németországban és Svédországban is nagyon jól látjuk ebben. De lehet, hogy ebben maguk a nők is a hibásak? Már elnézést nem, kérek. Nem, ugye ők így szocializálódtak, nekik ez a kulturális szokásuk, tehát ezt nem lehet az egyik napról a másikra elvenni tőlük, és ebben a svéd dokumentumfilmben is láttuk azt, hogy ők teljesen szegregáltan élnek, nem tudnak már igazából kapcsolódási pontokat sem találni a többségi társadalommal. Saját boltjaik vannak, ugye saját templomaik vannak, saját közösségeik vannak, tehát rá sincsenek arra kényszerítve, hogy Németországban németül, vagy Svédországban svédül beszéljenek, és az látszik a statisztikákból. Hiába vannak itt 3 éve, a nyelvet egyáltalán nem tanulták meg, és minden egyes integrációnak, minden egyes beilleszkedésnek mindig a nyelv az alapja. Tehát amíg a nyelvet nem sajátítják el, addig esélytelen az, hogy ők bármilyen európai kulturális szokás magukra vessenek. De hogyha itt van például ön bevándorló országokról beszél, itt van az Amerikai Egyesült Államok, amiket tulajdonképpen a bevándorlók építettek föl, vagy itt van az újkori zsidó állam, amit a bevándorlók építettek föl, ahol mindkét országban abszolút női egyenjogúság van, női parlamenti képviselők vannak,
és az asszonyoknak és a lányoknak nem az a feladatuk, hogy otthon üljenek, hanem a társadalom szerves részei legyenek. Nagyon fontos szempont, ebben a dokumentumfilmben is szó volt róla, hogy míg az ide érkező migránsoknak nagyon komoly identitás tudata van, vallásosak, tudják, hogy ők milyen nemzetiséggel rendelkeznek, tehát egy erős közösséget alkotnak. De miért az baj, hogy valakinek identitás tudata nem, van? Nem, ezt mondom, hogy ez egy számukra pozitív dolog, mert van egy közösségtudatuk. Addig itt az európai nemzetek többségében mindez már felbomlott, kevésbé vallásos társadalmokról van szó. Svédországban például már arról szól a vita, hogy a nemzeti zászló használata az rasszizmusnak számít-e. Tehát látszik, hogy a saját jelképeiket, a saját nemzeti identitásukat évről évre bontják le. Ez a jóléti társadalmaknak a velejárója. És az Egyesült Államokat hoztuk példaként. Az odaérkezett bevándorlók viszont büszkén vallják azt, hogy ők az Egyesült Államoknak az állampolgárai, azonnal megtanulnak angolul, és látják azt, hogy ez egy olyan ország, egy olyan közösség, amihez jó csatlakozni. És viszont ott is vannak már problémák, például a mexikói bevándorlók már erre nem alkalmasak, és ők sem sajátítják el az angol nyelvet. A déli államokban például már spanyolul beszélnek nagyon sokan, spanyol boltok, tehát nagyjából ugyanaz a folyamat zajlódik le, mint amit Európában is láthatunk, és azért van az, hogy az Egyesült Államoknak is megváltozott gyökeresen a bevándorlás politikája, és most már az amerikaiak is mást gondolnak bevándorlás politikai kérdésebe, mint mondjuk pár évtizeddel korábban. És ez tapasztalta Európában is, és ugyanez a változás indult meg itt is. De könyörgöm, ott van például az újkori zsidó állam, ahol az alapja a bevándorlás politikának, illetve a hazatérés politikának, hogy először az ember leül és 6 hónapon keresztül megtanulja az ország nyelvét, mert anélkül honnét tudná, hogy hol van. Igen, ez a legfontosabb probléma, és nem véletlenül Angela Merkel is erről beszélt, hogy a német nyelvet mindenkinek meg kell tanulnia, aki odaérkezik, azonban látszik, hogy erre nem hajlandóak jelen pillanatban az odaérkezett migránsoknak a többsége, és ez azért van, mert ők látják azt, hogy itt egy széthullóban lévő, gyenge nemzeti identitással rendelkező őshonos társadalom van, tehát az ideérkezett muszlim migránsok úgy tekintenek ezekre az európai állampolgárokra, akik igazából sokkal kisebb, alacsonyabb rendűek, mint saját maguk, hiszen ők tudják nagyon jól, hogy ők erős identitással rendelkeznek, erős vallási közösséget alkotnak, tehát látszik ez a probléma, és ez egy feloldhatatlan probléma, és úgy tűnik most Svédországban hétvégén valószínűleg nem fog változni a politikai elitnek sem a hozzáállása. Tehát ez egy olyan elhúzódó konfliktus és egy olyan elhúzódó folyamat lesz, amely azt fogja eredményezni, hogy ezeknek az országoknak a társadalmi szerkezete, ezeknek az országoknak a politikai berendezkedése az rövid távon nagyon komolyan át fog alakulni. Gratulálunk a laphoz, jól választott, tele van hirdetésekkel, hála Istennek ez jól megy. Bízunk benne, hogy a hirdetéseket majd lenyújjuk, és nálunk is hirdetni fognak. Ragyogó automobilok, igaz, lassan már nem benzinnel, hanem villannyal mennek. Legyen nagyon szép hétvégéje. Viszont kívánom. És 5778-ban utoljára találkoznak Deák Daniellel, legközelebb 5779-ben fog érkezni hozzánk. Most előzetesek, aztán jön a mindentől független híradó, és tudják, ma is kaptam egy levelet, amiben azt rólják föl nekem, hogy azt mondom, hogy támogassanak minket, az annyit jelent, hogy nem pénzt kérünk önöktől, hanem szeressenek minket, keltsék jó hírünket, nézzék adásainkat, és most például a mindetlen, még az időjárástól is független híradókat, aztán jövünk vissza hatalmas kínálattal, tartsanak velünk!